20. alkalommal szervezi meg a Magyar Ifjúsági Értekezletnek a Szapiens Jelvi Magyar Tudományért a Bolozsvári Kara, illetve az RMS Fétiktársága az EU tábor. Az idei EU tábor társszervezője az IKA Magyar Tanácsa, illetve az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság. Idén 8. alkalommal szervezik meg az EU tábor Marosfőn 2011 és 2010 között. Az idei EU táborban az előző sajtótájékoztatóhoz képest az újdonságokat szeretnénk bemutatni, ami a szabadidővel kapcsolatos, szabadidőben fellépnek majd szomszédnémi produkciós iroda, Forever zenekar, Forever Band zenekar, Zsók Levente, a Hot Snow Soul, Jegyőszámítósi Együttes, illetve a 8. Humor Fesztivál győztesei, Balla Levente, György, Botond és Kuhn Zsolt. A szabadidős tevékenységeket illeti, idén még néhány újításra hoztunk is, pedig az, hogy például első nap lesz egy gulyásfőző verseny, amelyben a csapatok most már úgynevezett céhek, mert ezt átneveztük, a céhek fognak versenyezni. A céhek saját maguknak készítik el a gulyást, és ez lesz egy hivatalos vacsora, úgy a meghívottak számára, de részvények számára is. Lesznek kézműves tevékenységek, sportrendezvények, tiroli kötőpálya és sok más vetélkedő, ami a cég számára lesz kitalálva, és van kitalálva. Ezek teljesítésével pontokat érnek el, pontokat szereznek, és a végén az erdő legelesebb cége, egyébként parlamentumáltatokatára fog részesülni, végül a jó volt elő. Amit mondtuk már előzőleg is, hogy idén nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a szabadidőre, pont ezért például utolsó nap a délutáni előadásokat teljesen kivesztük, és helyette behoztunk egy teljesítménytórát. Teljesítménytóra, ami arról szól, hogy az összes csapat Marosfő környékén egy kb. 10 km-es pályát körbe fog járni, mindenki kap egy térképet, különböző feladatokat kell meg teljesíteni, és ezek a pontok is nyilván a célvetélkedőbe fognak számítani. Elindítottunk most egy hetedik promóciót a sárkányos jelentkezők számára, amely azt mondja, hogy sorsolni fogunk 5 félszigetben lévőt a sárkányos jelentkezők közül. Rögtön, ahogy ezt a bejelentést megtettük, nagyon megugrott a sárkányos jelentkezők száma, ami a nem sárkányos jelentkezők számát illeti, a 95%-ban beteltek a helyek, még a mai nap folyamán szerintem biztos a többi is meg fog telni, sőt az előbb mielőtt idejöttünk volna az egyik nagyváradi is, hogy most ebben a pillanatban fizetik ki 20 személynek a jelentkezését, úgyhogy ilyen csoportokban jelentkeztek. Ezen kívül persze vannak még a Szapienci Ázsiák is, akik ott nézik a szabad szakmányokat. Milyen témákat érintenek majd az előadók az EU tábor során? Melyek a hangsúlyosabb közéleti témák? A hangsúlyosabb közéleti témák idén a közlemény sorrendben, előadási sorrendben az egyik, amit kívánnak az erdélyi magyarok, ez az erdélyi konzultációról fog szólni. A erdélyi monopoli, így neveztük el ezt a témát, ugye az utóbbi időben elég hangsúlyos vita volt a régió átszervezés, ilyen határokat újra szeretünk húzni. Ez lesz bemutatva, hogy hogyan érinti ez az erdélyi magyarságot, illetve mi az a konstrukció, amelyik a legjobban illene az erdélyi magyarság számára. Lesz székely szórvány együttműködés bemutatása, az a program, amit a Hallgita megye tanács, illetve a Kovász megye tanács a kezdeményezett a szórvány, tehát a szórvány megyékkel. Ennek a bemutatása a jó példái, az eredményei lesz meg bemutatva. A népszámlálás kapujában ez a témánk 1,5 millió ismerőse visszaigazolása, hát ez az előadás címe. Itt be fogják mutatni gyakorlatilag azt, hogy mi a stratégiák, mire hogyan készülünk a népszámlálásra, illetve hogy hogyan fog ez zajlani. A továbbiakban lesz egy ilyen előadás blokkunk, hogy Erdély fiatal példaképeink. Itt olyan fiatalokat hívunk, akik nem politikailag, hanem szakmailag nagyon sok mindent értek el, és példaképnek tudjuk felmutatni a részvevő fiataloknak. Megemlíteni Bad Dávid Tímát, Marko Bálint, Róba Rászt, Lakatos Robert filmszervezőt, filmrendezőt és Tuli Dzsombort, a Székelyek a Magasban expedíciónak hívtagját. Ezután pedig lesz egy ilyen előadásunk, ahol a székely termékeket fogjuk bemutatni. Gyakorlatilag azt nullta kezdettől a végéig, hogy a székely márka nevet hogy regisztrálták, mikor zöktetek a nehézségük, illetve most a székely termékeket hogyan forgalmazták és hogy forgalmazták, illetve gazdaságilag ez mennyire fontos, vagy nem, úgyhogy milyen impaktum van székelyföldnek, milyen hozadéka van.
ebből. Az EU 2020-as stratégia, ezt a népszerűsítését a magyar ifjúsági értekezlet tavaly már bevallott a Romániában. Bálteremből dolgozószobában, ez egy olyan előadás lesz, ahol olyan embereket mutatunk be, olyan előadók lesznek, akik a családi örökségeket visszakapnak. Beszélnek óriási területekről, erdőkről, kastélyokról, és ők fogják bemutatni azt, hogy milyen procedúrán kellett végigmenjenek, amik ezt a folyamatot, amik ezeket visszakapták az örökségeket, illetve mi az, amit most fognak csinálni, ezeket megkapták, hogy újítják fel őket, mennyi erőforrásban, illetve időben kerül ezeknek a fenntartása, illetve a népszerűsítése. Nyilván, hogy 2011 az Európai Unióban az önkéntesség éve, se tudtuk kihagyni, se szerettük volna kihagyni, úgyhogy lesz egy olyan előadásunk, hogy 2011 önkéntesség, 2012 szakmai gyakornokság, az Európai Bizottság 2011 július 1-én kérdeti meg a pályázatait a szakmai gyakornokságra. Ez lesz bemutatva részletesen. Az előadás címe lévén nagyon sokat hallottunk arra, hogy 2013-ban a világ vége lesz, az lesz, hogy 2011 önkéntesség, 2012 gyakornokság, és 2013-ban. Illetve utolsó napra pedig lesz egy soros magyar elnökség bemutató, egy kiértékelő. Gyakorlatilag azt fogják bemutatni majd magyarországi szakemberek, hogy mi volt ennek a hozadéka, illetve hogy jelent meg ez a magyar, illetve a román médiában, illetve mi volt az impaktum a magyar közösségek felett.